diákok! Ezen a hétköznapon, egy péntek estén, ma ünneplőbe öltözve ünnepet varázsoltunk ide az általános iskola aulájába, hiszen ma benneteket ünneplünk. Benneteket, akik ebben a tanévben fejezitek be középiskolai tanulmányaitokat, és akiket most, ahogy hallottuk a 11-eseknek a Máté közvetítésében az ő gondolataikat is, vagy gondolataikban, megjelölünk most benneteket egy szalaggal, egy olyan szalaggal, amelyen két évszám lesz, az az évszám, amikor beléptetek a II. Géza gimnázium kapuján, és 2025, amikor érettségi vizsgát fogtok tenni, és kiléptek majd a nagybetűs életbe. Ez a szalag, ez emlékeztet, ugye a két évszámnak van szimbóluma. Az egyik emlékeztet, hogy visszatekintsetek az itt töltött 4 vagy 6 évre, a másik pedig figyelmeztet arra, hogy hamarosan kiléptek a nagybetűs életbe, kezetekben lesz az érettségi vizsga, és mindenki megkezdi majd a felnőtt életét. Idő, erő és kitartás. Sümegi József igazgató ezt a 3 legfontosabb tényezőt nevezte meg beszédében, ami kulcsfontosságúak lesznek a felnőtt életbe való belépéshez. Egle Anikó, a 12-ások osztály főnöke beszélt végzőseiről. Jókedvűen, kicsit elérzékenyülve érkeztek a szallagtűzőre. Izgulnak nagyon a tánc miatt is, mert ők nem hivatásos táncosok, hanem sokat gyakoroltak, és félnek, hogy eltévészték a lépéseket. De szerintem menni fog, mert ügyesek. És egy kicsit már a búcsúzás jegyében telik ez az év, nem? Hiszen igen, de már nem lesznek itt. Igen, de hát most még azért ott van a fél év, a felvételi, az érettségi, úgyhogy azért még a búcsúzás szerintem még annyira nincsen bennük. Még inkább ezeknek a előttük álló feladatoknak az izgalma van, ami izgatja őket, és ami egyelőre tovább viszi őket. És szerintem a búcsúzás az majd ott a ballagáson, májusban, akkor fog realizálódni bennük, hogy most tényleg vége van. Diákok vidáman, mosolygósan készülődtek a ceremóniára, belebújtak szebbnél szebb ruháikba, ünnepi hangulatban léptek be az aulába. Mindig jó érzés, mikor egy intézménynek a csúcsára igazán el lehet jutni, tehát mégiscsak az utolsó év valamiféle tisztséggel ez jár, tehát egyfajta súly van a vállunkon, hogy megmutassuk a fiatalabb generációnak, hogy ezt mégiscsak hogy kell csinálni, egy fontos hagyomány ez. Nem csak ez az iskola, de minden iskola számára, úgyhogy boldog vagyok, és nagyon kellemes érzés. Mindenképpen lesz egy vacsoránk a gimnázium épületében, és aztán pedig valamiféle összejövetelt majd csinálunk az osztályközösség számára. Ebben a tanévben még 2 nyelvvizsgát meg kell csinálnom, aztán nézünk a felső oktatás felé, ezzel még nem egészen tiszták a terveim. Előbb szakiskolába megyek, és csak aztán a felső oktatás. Igazából nagyon-nagyon izgulok, és nagyon-nagyon várom ezt az egészet, igazából 9. óta, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre az egészre, és remélem, hogy jól fog sikerülni minden. A szalagtűző után elmegyünk majd az osztállyal közösen végre egy jót bulizni, úgyhogy nagyon remélem, hogy az is jól fog sikerülni. A végzős osztályok táncai varázslatos hangulatot teremtettek a terembe. A lányok gyönyörű ruháikban, kecses mozdulataikkal, a fiúk pedig úriemberekhez méltó eleganciájukkal nyerték el a közönség csodálatát.